Ma reggel a Babakáma traktátus utolsó előtti lapját fogjuk tanulmányozni. Ha minden jól megy, holnap egy hosszú út végére érünk, és egy még hosszabbat fogunk elkezdeni. A Babakáma traktátus be fogjuk fejezni holnap reggel, ha jó Isten egészségben megtart bennünket holnapig. Ma reggel pedig a 118-as lapot fogjuk tanulmányozni, és a mai reggelen is, csak úgy, mint az utóbbi hónapok minden reggelén, és minden napjának, mind a 24 órájában szeretnénk megemlékezni a Izraelben folyó harcokról, jó reggelt kívánok, Izraelben folyó harcokról, a hősies katonáinkról, túszainkról, sebesülteinkről, akikért nap mint nap imádkozunk. Kedves barátaim, kedves jelenlévők, a 117-es lap alján egy igen rövid misnával fogunk kezdeni. A misna összesen 6 szóból áll. És azt mondja, Satfún nahal, ha valaki ellopta valakinek a földjét, és utána jött egy árvíz, és elmosta a földet. Oimer, loj, a rés elkodafonecho, mondhatja azt a föld tulajdonosnak, tessék, visszaadom, itt van a földet. Miért? Ugye feltétlenül azért, mert így is úgy is elmosta volna a föld, tehát ez nem, nincs összefüggésben a lopással. Na, ez volt a misna, nézzük, mit mond erre a Talmud. Tanulában a goizel szadom a habeira is ad forna, a hajom lámid lő szadom a hajom lámid lő szadom a hajom lámid lő szadom a hajom. A misna tematikájához hoz egy brájtát a Talmud, amiből kiderül, hogy ez a téma tulajdonképpen vita. Ugyanis Rabbi Lezer azon az állásponton, hogyha valaki ellopott egy földet, és azt elmosta a folyó, az árvíz, akkor igenis köteles egy hasonló értékű termőföldet adni kárpótlásként. A bölcsek pedig azt mondják, hogy nem, hanem mondhatja neki azt, amit a mi misnánk is mond, Harei shelcho lefonecho. Íme, itt van a tiéd, vigyed. Mi a vitának az elvi alapja? Májka miflégi. Rabbi Lezer darás ribujjei umjutei. Rabbi Lezer és a bölcsek ugyanazt a tórai mondatot értelmezik. Csak más módon. A mondat így hangzik. Mózes 3. könyve 5. fejezet 21-es mondat. A mondat így hangzik. Nefes ki szektom állam albásem. Ha egy ember vétkezik, és hazudva hazudik Istennel, de kihesbán miszaj, és tagadja fele barátját, bepi kadon, vagy beszumasz jad, vagy begazel, egy nála elhelyezett letét, egy lopás, egy rablás kapcsán, hogy jassák ezt a miszaj, vagy hogyha becsapta fele barátját, akkor azt folytatja a mondat, és azt mondja, akkor fizessen a legjobbjából, tehát kárt kell térítenie. Most az érdekes az az, hogy itt ez a mondat, ez ugye hogyan fogalmaz? Bocsánat, tudjátok, mit csak azt néztem, hogy van-e itt egy tóra, vagy egy magyar fordításos, hogy a teljes kontextust fel tudjuk olvasni. Egy röpke pillanat türelmet kérek, ugyanis volt itt egy, de úgy látom, hogy az eltűnt.
megtalálom. Egy pillanat türelmet kérek szépen. Oké. Oké, megpróbáljuk, nincs itt most a kéz közelben egy humás, de megpróbáljuk rekonstruálni, miről van szó. Tehát Mózes a harmadik könyve, ötös fejezet. Ugye az előbb lefordítottuk az első mondatot. Az első mondat így hangzik, ha egy ember vétkezik, és csalva csal Istennek, becsapja, tagadja fele barátját, egy nála elhelyezett egy letét, egy lopás, vagy egy rablás kapcsán, vagy becsapja barátját, majd a szöveg folytatja, és aztán azt mondja, vagy bármi, amivel kapcsolatban hamisan tett esküt, akkor fizesse meg, amivel tartozik, és egy ötödöt adjon hozzá, és hozza meg áldozatát. Ugye ez maga az összes lopás, vagy eltulajdonítás, akkor is, hogyha nem közvetlenül lopás lehet, lopás, rablás, egy letétnek az eltulajdonítása, sikkasztás. Minden ilyen esetben, hogyha ezt megtette, és aztán megesküdött, és hazudott arra, amit megesküdött, tehát hazug esküt tett, akkor utána kell, hogy hozzon egy áldozatot, vissza kell, hogy adja a dolgot, vagy annak az értékét, és még hozzá kell, hogy tegyen egy ötödöt, azaz 25%-ot. Most a szövegnek az értelmezése, a szöveg úgy néz ki, hogy a szövegben vannak általános megfogalmazások, vannak konkrétumok, és aztán megint vannak általános megfogalmazások. Tudjuk azt, hogy a Tórának van 13 logikai elve, ami alapján a Tóra szövegét értelmezni lehet, és mindig, amikor a Tóra valamiről beszél, és arról úgy beszél, hogy általánosságban, konkrétan és általánosságban, akkor kétféle módon lehet azt értelmezni. Hogy miért beszél így arról a dolgról. Ugye a mi esetünkben mit jelent az, hogy általánosságban, konkrétan és általánosságban? Például az egy általános kifejezés, hogy bármi, amivel becsapja fele barátját, vagy bármi, amire esküszik, ugye? Hazugan esküszik. Ezek mind általános megfogalmazások. De például, amikor felsorolja, hogy mi mindenben, lopás, rablás, letét, akkor azok konkrét meghatározások. Most ugye minden olyan esetben, amikor a Tórában a szöveg az egy ilyen általános, konkrét, általános módon van megfogalmazva, akkor kétféleképpen lehet értelmezni, hogy mit akar ezzel a Tóra mondani. Van olyan is, hogy általános konkrét, meg olyan is, hogy konkrét általános, de itt ebben az esetben általános konkrét általános. Mi a legelterjedtebb következtetési mód az általános konkrét általánosnál, az az, hogy mond a Tóra egy általánost, utána mond egy vagy több konkrétat, majd megint mond egy általánost azért, mert a konkrét felsorolásban szereplő dolgok paramétereivel akarja paraméterezni az általánost is. Mondok egy példát, azt mondom, hogy ma ne igyatok semmit. Ne igyatok fantát, ne igyatok kólát, ne igyatok sprite-ot. Ne igyatok semmit. Akkor mit mondok ezzel? Azt akartam mondani, hogy mit értettem az alatt, hogy ne igyatok semmit. Minden olyasmit, aminek a paraméterei közösek a fantában, a kólában és a sprite-ban. Mik a közösek? Hogy szénsavas és hogy cukros. Tehát akkor minden olyan ital, ami szénsavas és cukros, az matilos. Ugye? Ez jelenti azt, hogy kláluk rátuk klál, én beklál eleke... Mi a megfogalmazás? Ha általános, konkrét áldás, akkor az általános minden olyan, mint ami a konkrét. Oké? Okay? Ha különben úgy lenne csak, hogy általános konkrét, akkor az úgy nézne ki, hogy ne igyatok semmit,
ne ígyatok Sprite-ot, kólát, Fantát, akkor az mit jelentene, hogy csak Sprite-ot, kólát, Fantát nem szabad inni. Mert én beklál, ellemásra befrát, csak az tartozik a halma, általános halmazba, ami a felsőházba is belekerült. De ha újra megismétlem az általánost, akkor az azért van, mert ki akarom ezt azért terjeszteni, de csak olyan típusú dolgokra, amik a felsorolásban vannak. Ha nem mondtam volna konkrétat, ha csak azt mondtam volna, hogy ne ígyatok semmit, akkor az azt jelenti, hogy tényleg semmit nem lehet inni. Vizet se. Oké? Okay? Ezt hívjuk úgy, hogy kláluprátu klál. A kláluprátu klálnak az az elve, köszönöm szépen, Balázs bemásolta a teljes idézetet a kommentek közé, akkor majd mindjárt lehet, hogy fel is olvassuk, de mindesetre az általános, konkrét általános, a kláluprátu klál elve az így néz ki. Van egy másik módja az értelmezésnek. Azt mondom, hogy ne ígyatok semmit, ne ígyatok kólát, ne ígyatok semmit. Akkor itt úgy értelmezi, hogy riba, miért riba? Kiterjeszt, kizár, kiterjeszt. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy mi tartozik a nagy halmazba, induláskor minden. Amikor felsoroltál valamit, akkor azzal csak egy konkrétumot zártál ki az általánosból. És utána, amikor újra általánosítottál, akkor megerősítetted azt, hogy igen, csak az az egy dolog az, amit kizársz. Ne ígyatok semmit. Ne ígyatok kólát, Fantát, Sprite-ot. Akkor ezzel kizártam minden mást a halmazból, csak kólát, Sprite-ot, Fantát nem szabad inni. Majd amikor megismétlem, hogy ne ígyatok semmit, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen hogy van? Amikor azt mondom, hogy ne ígyatok semmit, akkor riba alkohol, akkor semmit nem szabad inni. Akkor azt mondom, hogy ne ígyatok kólát, Sprite-ot, Fantát, akkor tudom, hogy ne ígyatok kólát, Sprite-ot, Fantát, de a többit lehet inni. És amikor újra megismétlem, most kicsit összeszavarodtam, akkor újra általánosítottam, és igen. Akkor tulajdonképpen megerősítettem azt, hogy csak a kólát, Sprite-ot, Fantát nem szabad inni. A kettő között mi a különbség, hogy az első variációban olyasmit sem szabad inni, ami hasonlít a kólához, Sprite-hoz, Fantához. Tehát nem tudom én, valami más szénsavas cukros ital. De a másik változatban csak a kólát, Sprite-ot, Fantát nem szabad inni. Értjük a különbséget? Oké. Okay. Akkor a mi szövegünk ugye úgy néz ki, és akkor most felolvassuk azt, amit a Balázs ide bemásolt. Ha valamely személy vétkezik és hűtlenséget követel az örökkévaló ellen, ugyanis letagadja fele barátjának az ő őrizetére bízott tárgyat, vagy a kezébe adottat, vagy a raboltat, vagy a zsarolta fele barátját, vagy talált elveszett dolgot és letagadja azt, megesküszik hamisan egyre mind a közül, amit tesz az ember vétkezzén velük, és lesz, ha vétkezik és bűnbe esett, akkor térítse meg a raboltat, amit elrabolt, vagy a zsaroltat, amit zsarolt, vagy az őrizetbe bízottat, amit az őrizetére bíztak, vagy az elveszett dolgot, amit talált, vagy bármit, amit hamisan esküdött, fizesse meg azt az összegében, és ötöd részét tegye hozzá annak, aki adja vissza a bűnvállomása napján. Köszönöm szépen. Tehát ez a idézet, a teljes idézet. Most ezt kétféleképpen lehet értelmezni ezt a szöveget. Rabbi Lezer darási bujje umi utei. Rabbi Lezer a második módon, nem a kláluprátu klál, nem az általános, konkrét általános, hanem a kiterjesztő, kizárjó, kiterjesztő módon tanul. Vagy tanulja ezt a szöveget. Magyarul. Kihezbá miszaj, ribuj. És hűtlenséget követel, az egy kiterjesztő. Bármilyen hűtlenség. De pikadain. Az őrizetére bízott tárgyat, az miut? Az egy kizárólagos megfogalmazás. Az első az minden, bármilyen hűtlenség, a rábízott tárgy az egy kizárólagos megfogalmazás. Kolasei savaleseke, bármi, amiben hamisan esküszik, az megint egy kiterjesztő megfogalmazás. Erre mit mondunk? Hazave riba,
Riba, miért riba? Riba akkor, akkor az azt jelenti, hogy ebben az esetben mindenre kiterjeszt, kivéve azt az egy dolgot, amit kizárt a kizárólagos megfogalmazással. Mi az? Umáj rábi rábi kol, kol mini, umáj miért stara, ez az egyetlen dolog, ami nem tartozik ide, a hűtlen kezelésbe, vagy a hűtlen igen, kezelésbe, az a gondjára bízott váltó dokumentum. Követtek még? Összefoglalom. Hát ő ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen Rabbi Elezer, hogy bármi, amit ellop valaki, eltulajdonít valaki, elsikkaszt valaki, letagad, és így tovább, az olyan, hogy azért ugyanazt a tárgyat ugyanabban a formában vissza kell adnia, vagy fizesse meg. Az egyetlen dolog, ami ebben nem tartozik bele, az a dokumentum. Tehát ha valaki ellopja valakinek a váltóját, tehát neked volt egy váltót, hogy Pisti tartozik neked 10 millió forinttal, és azt Géza ellopja tőled, és elveszti, vagy elégeti, akkor nem kell, hogy visszaadjon neked semmit. De csak a dokumentumra vonatkozik. Minden más, beleértve a föld, az ingatlan, amit ha elmos a víz, bármi, azt ugyanúgy kell visszaadnod, mint ahogy elloptad, vagy fizesd meg. És ezért mondja Rabbi Elezer, hogyha gondjaidra, ezért mondja Rabbi Elezer, hogyha elloptál egy, eltulajdonítottál egy ingatlant, egy földet, és azt elmosta a víz, akkor nem mondhatod azt, hogy kérem szépen itt a föld, vigyed, hanem ki kell fizetned. Világos Gábor, vagy van valami kérdés? Nem hallom. Hát ha ezt tudod bizonyítani, akkor... Akkor lehet esetleg következménye. Oké, megyünk tovább. Hát ezt mondja Rabbi Elezer. Mit mondanak a bölcsek? Verabbanan. Darsi klaluprati. Ők az általános, konkrét általánosban hisznek. De kihes kalál, és letagad bármit, ugye hűtlenséget követel, az egy általános megfogalmazás. Bepi kadön a gondjára bízott tárgyal kapcsolatban, az ugye egy konkrét. És utána újra azt mondja, hogy bármi, amire esküszik, hamisan, az megint egy általános. Akkor ilyenkor mi van? Ijata dan elake inaprát. Akkor minden, ami az általánosba tartozik, az olyasmi kell, hogy legyen, mint amit a konkrétban felsorolt. Mi volt a konkrétban? A gondjaira bízott tárgy. Tehát ingóság. Má prát davarame talte le gufai mamain, afkol davarame talte, ami talte le gufai mamain. Tehát minden olyan dolog tartozik a konkrétban, minden olyan dolog tartozik az általános halmazba, ami olyasmi, mint a konkrét. Mi volt a konkrét? Egy ingó tárgy, ami maga értéket képvisel. Tehát mi nem? Jocukárkó és én nem metáltani. Ki van zárva a halmazból az ingatlan, ami nem ingóság? Jocu a vadim se uksalakárkó. Ki vannak zárva a szolgák, amelyek az ingatlannal vannak egy kategóriában? Ez korábban már többször volt rá szó. És Jocu starész, Áfál pisim, mert táltanin én gufam mamon. És ki van zárva a dokumentum, vagy a váltó, mert annak kell, hogy az ingó, de maga nem képvisel értéket. Oké? Okay? És ezért mondják a bölcsek azt, hogy ha eltulajdonította valaki valakinek az ingatlanját, és azt elmosta a víz, akkor, nem, akkor mondhatja neki azt, hogy tessék, itt van a tiéd. Mert az nem tartozik az ellopható dolgok közé. Van a tánya a gőzés a parasat von nor, hajv lámid lajd paradiv rebi lazav, ha is elkhala fanech. Hasszom, hogy Michael Miflig, azt mondtam, oké, ez mind stimmelt. Ezek szerint Rebi Elezer azon a véleményem van, hogy minden vonatkozik a lopás és a lopás visszaszolgáltatásának a eféle szabályai, belérve az ingatlant is. Az egyetlen dolog, amire nem vonatkozik, az az... Bocsánat. Az egyetlen dolog, amire nem vonatkozik, az a váltó, az a dokumentum. A bölcsek pedig azt mondják, hogy csak az ingóságra vonatkozik,
de nem vonatkozik a váltóra, a ingatlanra és a szolgákra. Azt mondtam, na jó, de van egy brájt, amelyik azt mondja, hogy ha elloptál valakinek ellopta valakinek a tehenét, és azt mosta el az árvíz, akkor kell, hogy egy másik tehenet állítson neki. A bölcsek azt mondják, tessék, itt van a tiéd, viheted. Hogy? Mi az, hogy viheted? Miről van itt szó? Haszlom, hogy mi fliga, mert a papa, haszlom, hogy már ez kinn, azt mondja, hogy a papa egy speciális helyzetről, speciális esetről van szó. Egy kicsit, hogy gazdol szadomi hamlédai, vagy hisz a pararúv utcaba is, ott van, na, arról van szó, hogy valaki ellopta valakinek a földjét, és a földjén ott állt az ő tehene, és a földdel együtt, a föld által lopta el a tehenet, akkor mindenki azt mondja, hogy a tehénre az vonatkozik, mint a földre. De Rabbi Lezer, aki azt mondja, hogy vissza kell szolgáltatnod a föld értékét, ha elmosta a víz, akkor ugyanúgy a tehén értékét is. A bölcsek azt mondják, hogy ebben az esetben, mivel mondhatja a földre azt, hogy ha résel, ha lefa, neha, íme vigyed a tiéd, akkor ugyanúgy mindenre, ami a földön volt, mondhatja ugyanezt, így a tehénre is. Kicsit absztrakt volt, de megyünk tovább. Következő misna. A gojzesz, ha vejről is a lavai menő, és a hívkérbe is súv, lejátszik lövő, mint van. Ha valaki ellopta, kirabolta fele barátját, vagy kölcsönkért tőle, vagy letétet őrizett, a letétét őrizte, akkor, hogyha ezt a városban tette, nem adhatja vissza neki a sivatagban. Ez mit jelent? Hogy a sivatag az egy veszélyes hely. Az ott, ha elloptál az én széfemből 1 millió forintot, és akkor ott már kimegyünk a Hős utcába, és azt mondod, hogy itt visszaadom neked, itt ne add vissza, ha lehet. Majd ha hazaértünk, akkor add vissza. Miért? Mert a Hős utca az egy veszélyes hely, bármikor ellophatják tőlem, ugye? Akkor a nem teheted meg, hogy a sivatagban adod vissza azt, amit elloptál, mert az olyan, mintha nem egy őrzött, nem egy biztonságos helyen adnád vissza. Ám a nászlac, ez mit van, jártzélőben mit van. De hogyha eleve rendezték, vagy eleve tisztázták, hogy ezt lehet, hogy a sivatagban fogja visszaadni neki. Tehát például te letétbe helyeztél nálam egy tárgyat, mondván, vagy a tehenedet, és mondtad, hogy megyek a sivatagba, megyek hogy hívják ezt a őrületet, hogy lemennek Afrikába, kocsi, Trabanta, Bakamorali, vagy valami ilyesmi. Megyek erre, és te mondtad, hogy jó, lehet, hogy én is megyek, hát akkor majd add vissza ott. Oké, akkor ez, ha ezt előre tisztáztuk, akkor azt lehet csinálni. Újra minum, nyilván is nem ez a makkaim, a vénöplik adni, is támad a makkaim. Azt mondta, amúgy oké, de hogy mondják? Ja, Bamako, nem Bakamó, hanem Bamako. Igen. Oké. Tehát, uram, minum, milva mis támezbe halmakém, a védó prikadain, én mis talmin, elabim kajma. Egy brájta azt mondta, hogy a kölcsönt, az bárhol vissza lehet fizetni, az elveszett tárgyat vagy a letétet, az csak a maga helyén lehet visszafizetni. Akkor ez nem úgy van, mint a misnánk, mert azt mondja, mindent a maga helyén, az eredeti helyén lehet visszafizetni. Amár a bája akikam már. Milyen nitanit valba halmakám, de pedig annál nitanit valba kajmán. A bája azt mondja, hogy itt a Brájta nem arról beszél, hogy hol lehet visszafizetni, hanem arról beszél, hogy hol lehet követelni a kölcsönt, és a kölcsönt azt bárhol lehet követelni, az elveszett tárgy, amit vissza kell szolgáltas, vagy a letét, az csak a maga helyén lehet visszakövetelni. Ám azt látsz, hogy mit volt a misna, hogyha te is mondtad, hogy te is mész a Bamako rallira, akkor ott visszaadhatod a sivatagban. Sita, persze, hogy miért ne tehetnéd, hogyha előre szóltál. Hogy cichadam, le hevi hajpi kadang a bachban, nem mit van a fika. Bama li uan nal, mit van nami ba inna, li mi fa, ki ba inna, lár dunilak, hasam, hadrilak. Ugye azt mondja, Talmud, itt konkrétan arról van szó, hogy te azt mondtad, hogy figyelj, itt van ez a tárgy, vigyázz rá, mert megyek a sivatagba. Te azt mondja, hát lehet, hogy én a sivatagba megyek én is, akkor majd ott visszaadhatom neked, ugye? Igen. Tehát itt nem volt egy bizonyosság, ez lehet. És mégis, ha csak annyi volt, hogy lehet, az már elég ahhoz, hogy ezt a sivatagban szolgáltas vissza. Megyünk tovább. Ha imére ha vére igazál tiha, illi széni, if kádeta, ecli, ve éni, de én zártilak, ha im, nagy zártilak, ha im,
Valaki oda mondja, Felebarát, Schwarz oda megy Grünhöz, és azt mondja, nem egy tipikus eset, azt mondja, én figyelj, az őszintén megmondom, én megloptalak, vagy kölcsön adtál nekem, vagy elhelyeztél nálam valamit letétbe, és nem emlékszem, hogy most visszaadtam neked, vagy sem. Nem emlékszem. Akkor ilyenkor mi van? Vissza kell, hogy adja. Első szabály, második szabály. Ával amellő én irdány, az állt így, mert veszély név, kárta, egyszerű, patrum, és sem. Ha viszont azt mondja, figyelj, nem tudom, hogy megloptalak-e, nem emlékszem. Nem emlékszem, hogy kölcsön adtál-e. Nem emlékszem, hogy elhelyeztél nálam valamit letétbe, akkor nem kell, hogy visszafizessem. Most ez egy nagyon furcsa misna, úgyhogy jobban kell egy kicsit megértenünk, hogy itt miről is van szó. Itt már Manni lebi adhvála, hogy menni ide, Ráb Funda, vele Huda, vele már Chája, vele Nachman, vele Jéhlen, Amri, Patur. A Talmud idézi, hogy van egy brájt, ami következőképp néz ki. Valaki azt mondja, figyelj, van egy százasom a kezedben. Tartozol nekem százzal. Azt mondja neki, nem tudom, tartozom neked? Nem bizonytalan. Ugye az alaphelyzet az az lenne, hogy amit úgy hívunk, hogy bari ve bari. Ő is bizonyos a dolgában, meg ő is. Azt mondja, tartozol nekem, nem tartozom neked. Oké, sakmat. Itt akkor, ha nincs további indikáció arra, hogy tartozik, nincsenek tanúi, nincsen valami dokumentum, akkor nincs miről beszélni. Itt viszont az van, hogy azt mondja, hogy tartozom neked, vagy tartozol nekem. És ő azt mondja, tartozom? Tartozom, vagy nem tartozom? Bizonytalan. Akkor ez egy bari ve sema. Ez nem bari ve bari, hanem bari ve sema. Ez egy bizonyos és egy bizonytalan áll egymással szemben. Ebben az esetben a Huda és a Funa azt mondták, hogy köteles fizetni. Miért? Mert egy bizonyos áll szemben egy bizonytalannal. De Nachman, hogy ők nem li patul. De Nachman, ők azt mondja, nem köteles fizetni. Ugyanúgy, mint hogyha ő is bizonyos lenne. Nem köteles fizetni. Mi a vita alapja? Rafuna Rav Huda Amri Chaya Bari Vesem Bari Adif. Rav Huda és Rav Huna azt mondták, hogy köteles fizetni miért? Mert egy bizonytalan áll szembe egy bizonyossal. Hát nem tudod, hogy visszafizetted. De jó, akkor én viszont tudom, hogy nem fizetted vissza, akkor kérem szépen. Tehát ez világosabb. Nachman Rav Yechon Amar Patur Ukime Moinu Becheskes Mare. De Nachman és Rav Yechon viszont azt mondják, hogy nem köteles visszafizetni miért? Mert igaz, hogy egy bizonyos áll szembe egy bizonytalannal. De közben itt van még valami a bizonytalan oldalán, a hazaka, a status quo. Mi a status quo? Hogy nálam van a pénz. De el akarsz mozdítani egy status quo-t. Az én zsebemben van 100.000 forint, a status quo az, hogy az enyém. Ha nem mondok semmit, az nálam van, a status quo az, hogy az enyém. Te jössz és el akarod tőlem venni? És azt mondod, hogy az a tiéd? Hát az még nem sokra elég. Most én hiába vagyok bizonytalan, de mégis a status quo engem segít. Na, van imam leéni, hogy dájjön beszélni patul. Azt mondja, Talmud, na jó, tehát akkor ez volt a brájta. A mi mistánk mit mond? Az illető azt mondja, nem tudom, hogy kölcsön adtál-e. Akkor föl van mentve. Hé, hidami. Hogy kell ezt érteni? Ilém a delőjük a tavalej, rés nem a delőjük a tavalej. Ha ez a misna második mondata, ez egy olyan esetről beszél, amikor nem volt követelés, hanem csak mondta, figyelj, nem tudom, te kölcs, jössz szembe a reggelinél, azt mondta, kölcsön adtál nekem, nem adtál kölcsön. Hogyha erre mondja azt, hogy ilyenkor nem kell, hogy fizessek, mert te nem követelsz, akkor a misna eleje is, az első paragrafus, ahol viszont azt mondja, hogy ha te követelsz, vagy, bocsánat, ahol azt mondja, hogy én mondom, hogy te tényleg kölcsön adtál nekem, azt elismerem, csak nem tudom, hogy visszaadtam-e, akkor köteles vagyok visszafizetni. Akkor az is egy olyan helyzet, ahol nem követeltél. Akkor miért lennék köteles visszafizetni? Ella de kevtavelé, meg tani szeifa patrunisáne. Akkor viszont miről van inkább szó? Hogy követeltél. És a misna elején mit mond, hogy követeltél, és én nem tudom, hogy visszafizetni. Elismerem, hogy tényleg tartoztam, nem tudom, hogy visszafizetni, de akkor kell fizetnem. A misna másik fel viszont azt mondja, hogy ha nem tudtam, nem is ismerem el, hogy tartozom, mert bizonytalan vagyok magában a követelésben is, akkor nem vagyok köteles fizetni. Akkor viszont az nem világos, hogy miért nem. Ugye, hogy egyeztethető ez össze a Brájtában felsorolt véleményekkel. Azt mondja a Talmud, lőj, lam, de lőjük a tavalévére is, be van egy szészítésre, máim. Azt mondja a Talmud, következőről van szó. A misnában felsorolt esetek olyanról szólnak, amikor nincs követelés velem szemben. Találkozunk a reggelin, és azt mondja, figyelj, nem tudom, hogy tudom, hogy kölcsönadtál, de nem tudom, hogy visszafizettem-e. A misna második fel arról szól, találkozunk a reggelin, és azt mondja, figyelj, nem tudom, hogy te kölcsönadtál-e, de te nem kérted tőlem semmit, nem mondtad. Az első esetben, és a második esetben is valójában nem kéne, hogy én fizessek, mert neked nincs követelésed.
De az első esetben mégis azt mondja a Misna, hogy fizessek, nem azért, mert köteles vagyok, hanem mert hogy kell ezt mondani, a legjámborabb módon akarok eljárni. A szentebb akarok lenni a főrabinál, a pápánál. Tehát, ha tényleg a, ahogy a szó szerint fogalmaz, lacészlik, de is a máim, hogy az égnek megfelelő akarok lenni, akkor ebben, ha legjámborabb, legextrább módon akarok eljárni, akkor fizessen meg. De ez nem egy kötelezettség, nem kötelező megfizetni. Oké. Itt már nem jön, nem kéne lábam, nem éjjel, nem éjjel, ha vére mondani, hogy jatva állam, hogy de hájabb, és máim, ahogy a Birchen is mondta, hogyha van egy követelés, és azt mondja, hogy nem tudom, hogy tartozom-e neked, vagy sem, akkor elvileg a törvény szerint nem kell, hogy visszafizessem, de mégis, hogyha akarom teljesíteni az ég elvárását, akkor visszafizetem. Oké, megyünk tovább. Izgalmas kérdés fog jönni. Biztos velünk is előfordult már. Bocsánat, nem biztos. Reméljük, hogy nem. De hallottunk már ilyenről. Hogy valaki elkövetett egy hibát, és vissza akarja csinálni, úgyhogy meg se történt volna. Valaki erőt vett a rossz ösztön, és ellopott valamit. Szóval, hú, ez nem volt el jó. Mégis vissza kell csinálni, de úgy lenne a legjobb, hogy észre se vegyék. És vissza akarja rakni a dolgot. Akkor az úgy elég, vagy sem? Vagy szólnia kell, hogy figyelj, elloptam, visszaraktam. Vagy elég, ha csak visszarakja úgy, ahogy volt, mint ami se történt volna. Na, ezzel kapcsolatban négy vélemény van. De a négy vélemény előtt először olvassuk el a Misnát. A Gajnér Talamina Eidevech Zirai Mész, hogy Nignav Chaybach Russel. Ha valaki ellopott egy kecskét a nyájból, és visszarakta, anélkül, hogy szólt volna. Azt mondja a Misna, Chaybach Russel. Ha közben meghalt a kecske, utána meghalt a kecske, akkor ő köteles kifizetni. Miért? Mert amikor ő ellopta, az az ő birtokába került, az az ő felelőssége, mivel nem szólt, hogy ő visszarakta, ezért ez mindig az ő felség, mert a tulaj nem tudja, oda kell figyelni erre a kecskére. Mert ő úgy tudja, hogy az már nincs nála. Loja Dubájlin, Loja Bnei Gvasszai, Loja Bihazai Vasszai, Manu Eszet Szaim, és Sleima Patur. Szóval azt mondja, hogy de. Ha a tulaj nem is tudta, hogy te elloptad, nem vette észre. Elloptad, visszaraktad, és ő megszámolja a nyájat, és látja, hogy minden megvan, akkor nem köteles a tolvaj, hogyha közben meghalt, vagy utána meghalt a kecske. Miért? Mert nem is tudta, hogy bármi változás lenne. Eddig stimmel? Megyünk tovább. Oké, akkor nézzük, mi a négy vélemény. Mi a négy vélemény? Amaráv ledász, canik dász, se löj ledász, minnyen pajtet. Hú. Kénytek leszünk a táblát használni. Nem ússzuk meg. Oké. Tehát, kezdjük is először is a Misnánkkal. A Misna mit mondott, hogy a gajnév telemine ideérbehez zirói, igen, a Misna ugye mondott valamit, hogy az első paragrafusra most nem fogunk rátérni, de a másik paragrafusban azt mondta, hogy ha visszarakta, és az illető a tulaj megszámolta, akkor nincs felelőssége, ugye? Ez volt a Misna. Oké.
Most van egy Brájta, amelyik felsorolja a négy véleményt. A vélemények két esetről is beszélnek, amikor tudta, és amikor nem tudta. Ugye ki tudta, ki nem tudta. A gazda tudta, hogy meglopták, vagy nem tudta, hogy meglopták. Oké? Okay? Ez is stimmel? Az első vélemény, az Ráv véleménye. Ráv mit mond? Ha tudta, hogy meglopták, akkor mentesül a tolvaj, a további felelősség alól, amikor ha ő visszaadja, szólt neki, tudatta, hogy visszaadta. Tehát itt tudatni kell. Ha nem tudta, hogy meglopták, akkor nem kell, hogy tudassa a tolva, hogy visszaadta, de ahhoz, hogy mentesüljön a felelősség alól, legalább annyi kell, hogy megszámolta a gazda. Mert ugye tudnunk kell azt, hogy ő olyan állapotban van, hogy a tudatában föl sem merül, hogy meglopták. Ez mikor derül ki? Akkor újra megszámolta. Ez olyan eset, próbáljuk egy másik esetről beszélni. Mondjuk valaki ellopja valaki másnak a nagymama vázáját otthonról. Ha az illető tudta, hogy ellopták a vázát, akkor amikor visszaviszi a tolvaj, szólnia kell, hogy visszahoztam. Ha nem tudta, hogy ellopták a vázát, akkor abban biztosak kell lennünk, hogy soha nem is tudta meg. Mikor tudjuk azt, hogy ő nem tudta meg? Ha visszamegy a lakásba, és látja, hogy ott van a váza. Most ha visszamegy a lakásba, de csak bement a lakásba, nem tudom még biztosan, hogy tudja, vagy nem tudja, hogy ellopták a vázát, egészen addig, amíg meg nem számolja a vázákat otthon. Tehát amíg van egy bizonyosság, most itt ugye egy nyájról beszélünk, amiből elloptak egy kecskét, mikor lehetek biztos abban, hogy ő tudja, mikor lehetek abban biztos, hogy ő nem vette észre, hogy azt egy rövid időre ellopták, hanem újra megszámolta a kecskéket, és minden kecske megvan. Oké? Okay? Ezt mondja Ráv. Mit mond Smuel? Smuel azt mondja, hogy ha tudta, hogy ellopták, akkor is elég, ha megszámolja. És ugyanúgy, ha nem tudta, az kell, hogy megszámolja. Mit mond Ráv Jöjjhanan? Jöjjhanan azt mondja, ha tudta, hogy ellopták, akkor legalább meg kell számolja. Ha nem tudta, hogy ellopták, akkor nem kell semmi. És most jön a legfurcsább, Rav Chisda. Ha tudta, hogy ellopták, akkor meg kell legalább számolja. Ha nem tudta, hogy ellopták a kecskét, akkor tudatnia kell. Hogy miért, arra majd vissza fogunk térni. Ez a négy vélemény. Stimmel? Akkor nézzük végig. Mindegyik vélemény össze kell, hogy egyeztesse magát a misnánknak a második paragrafusával. Mi mind a második paragrafus? Ha visszarakta és megszámolta, akkor okék vagyunk. De milyen esetről van szó? Hogy a tulaj tudta, vagy nem tudta? Oké? Okay? Ugye? Mindig az egyik kedvenc ilyen mondatom, ki mit tudott mikor, ugye amikor volt a Nixon botrány, akkor az volt a kérdés, what did the president know and when did he know it? Vajon miről tudott az elnök, és mikor tudta azt, amit tudott? Ugye itt is ez a kérdés, hogy amikor azt mondja, hogy visszarakta a tolvaj, és a tulaj megszámolta, akkor éppen milyen esetről beszélünk, hogy ő tudta, vagy nem tudta, hogy ellopták, amire azt mondja a Mishnah, csak akkor vagyunk oké, okay, ha megszámolta. Akkor nézzük. Amarám látszol, hogy dásom, hogy dásom, nem minden pajt, hogy tanim manu ez a szönyvé is, lejma a szeifa. Amikor a szöveg azt mondja, hogy tehát Ráv szerint tudta, akkor tudatni kell, ha nem tudta, akkor megszámolja. Ha visszarakta és megszámolja,
az a Misnában a csak a Misna második paragrafusára vonatkozik, amikor nem tudta. Ugye? Mert ő mit mond? Ha nem tudta, akkor ment fel a megszámolja. Megyünk tovább. Smuel amar, bénledász, bénsilajdász, minyen pait, amikor tanú manu, vehisleim a patura kula. Mit mondott Smuel? Szerinte a megszámolja az mindig jó. És ezért a Misna második paragrafusában, ha visszarakta és megszámolja, az nem csak a második paragrafusra vonatkozik, amiben nem tudta, hanem az első paragrafusban is, amiben tudta. Rabbi Yochanan emelet dász minyan pöjt, és lőj dász a finom minyan námi lőj calik. Rabbi Yochanan mit mond? Hogyha tudta, akkor elég, ha megszámolja. Ha nem tudta, akkor nem kell semmi. Akkor a Misna másik paragrafusában, ha visszarakta és megszámolta, az mire vonatkozik? Valójában az első paragrafusban, ahol tudta. Mert ha nem tudta, akkor még ez se kéne. Frizda emelet dász minyan pöjt, és lőj dász calik dász. De Frizda mit mond, hogy ha tudta, akkor elég, ha megszámolja, ha nem tudta, akkor tudatnia kell, akkor amikor a Misna azt mondja, hogy ha visszarakta és megszámolta, az jó, az mire vonatkozik? Csak az első paragrafusra, ahol arról van szó, hogy tudta, és erre mondja azt, hogy ha megszámolja, akkor az jó. Amen Rave, my time, Rav Frizda. Azt mondta Rave, mi Rav Frizdának a magyarázata? Miért mondja azt Rav Frizda? Ez furcsa. Ha tudta, akkor elég, ha megszámolja. De ha nem tudta, akkor tudatni kell vele. Miért? Az összes többit azt valahogy meg tudjuk érteni. De ennek mi a logikája? Azt mondja erre, hogy van katen nagreb rajsa. Van katen nagreb rajsa. Miért? Azt mondja, azért, mert neki tudnia kell, hogy egy bárányt kivettél a nyájból, hogy arra a bárányra jobban figyeljen. Miért? Mert egy bárányt kiveszel a nyájból, onnantól fogva rájön, hogy tulajdonképpen el lehet sétálni a nyájtól, nem történik semmi. És ezért könnyen lehet, hogy utána jobban le fog maradni a nyájtól, és ezért kell figyelned rá, és szólni, hogy figyelj, ezt én elloptam, és most visszahoztam. Azt mondja a Talmudu, mi a már rave hachi? Vaha a már rave... Hájmán, de házi le havré, de ágva imre me edred idej, ve rama be kalla, ve sadje, ve la jada i hadre, i la i hadre, u mejsz, ve nignav, hájem vem russzai. Azt mondja a Talmud, és tényleg Rave ezen az állásponton van? Azon az állásponton van, hogy amit Rav Chisda mondott, hogy mindenképp tudatni kell a gazdával, hogy ellopt, de a gazdák mindenképp tudnia kell, hogy ellopták, és azért, ha nem tudta, akkor tudatni kell vele. Hát egy helyen azt tanultuk, hogy Rave úgy pászkenolt, háj, mán, de házal, ha vrejde, ágve, imre, me edred idej. Hogy egyszer a gazda látta, hogy valaki jött, és el akart emelni. A gazda látta, hogy valaki jött, és el akart emelni egy bárányt a nyájból. Ve rama be kalla, és erre fölemelte a hangját, és elkezdett kiválni, takarodj innen! Ve sadja, és az elengedte, ve loja, de i hadrei loja, nem, bocsánat, vesádja, és az elfutott vele. Lajadai hádrei, lajhádrei, és nem tudta a gazda, hogy visszahozta-e, vagy nem hozta vissza. Mészai nignav, hájbákri uszaj. Mert ezek után a bárány elpusztult, vagy el lett lopva, akkor a tolvaj az köteles a felelősségre. My love, áfa gáv de mani. Itt ugye ő tudta, hogy volt egy lopás, kísérlet, csak nem tudta, hogy az sikerült vagy nem, nem tudta, hogy a bárány visszajötte vagy sem. És mégis kié a felelősség? A tolvajé. Áfagáv, de mani. És feltétlenül, ez annak ellenére így van, hogy egy olyan esetről beszélünk feltétlenül, ahol megszámolta utána a nyájat. Akkor miért értene egyet Rával, Rav Chisdával, aki azt mondta, hogy ha tudta, hogy volt egy kísérlet, és utána megszámolta, akkor már nincs felelőssége a tolvajnak. Azt mondja, nem. Loj, de loj mani. Azt mondtam, hogy nem. Itt arról beszélünk, amikor tudta, hogy volt egy kísérlet, de nem számolta meg, viszont nem volt bizonyos tudása róla, hogy most akkor abból a nyájból hiányzik-e egy bárány, vagy sem, mert nem tudta, hogy végül a tolvaj ellopta-e, vagy sem, és ezért felelős a tolvaj, hogyha valóban ellopta, és még ha vissza is hozta,
de utána meghalt az állat, vagy elveszett. Azt mondja a Talmud, mi a már Ráv Hachi, azt mondja a Talmud. Nézzük meg akkor most Ráv véleményét. Mit mondott Ráv? Hogyha tudta, akkor elég tudatni, amikor visszaadja, ha nem tudta, akkor elég, ha megszámolja a gazda. Tényleg Ráv ezt mondta volna? Van, mert Ráv, és zirai le édesemé mitbar, jaca. Ráv egyszer azt mondta, hogyha valaki ellopott egy állatot, és utána azt visszaadta, úgy, hogy amikor a nyáj éppen a mezőn legelészett, akkor azzal már teljesítette a visszaadás kötelességét. Annak ellenére, hogy Rávit azt mondta, hogy ha tudta, hogy ellopta, akkor amikor tovább visszaadja, akkor tudatni kell. Amrav Hanan, Rávam, majd Rábereku Usza. Azt mondta, Hanan, itt egy olyan esetről beszélt Ráv, azért nem kell, hogy tudassa a tolvaj, hogy visszaadta, mert egy olyan állatról beszélt, aminek valami nagyon jellegzetes kinézete van. És azért biztos észrevette a gazdája, mert ez egy ilyen speciális, nem tudom, olyan foltos vagy valami volt, tehát olyan nincs, hogy ne vegye észre. Hogy ha tudta, hogy az hiányzik, akkor ugyanúgy észre fogja venni, hogy visszarakta. Léma Ketanai, azt mondja a Talmud, oké, akkor nézzük meg ezt a négy véleményt, Ráv, Smuel, de Bjöjjön és Rafhizda, és szerintünk van egy korábbi vita Rabbi Akiva és Rabbi Smuel között, és ez a vita az tulajdonképpen összeegyeztethető, a vitában található két vélemény összeegyeztethető lenne ezzel a négy véleménnyel. Mi ez a vita? Ha gajnev talamina éder szalamina kész, le makem se ganáv jachzir, divrem ismára. Vagy ki a vélemény, hogy szarik dász bájni. A brájta úgy szól, ha valaki ellopott egy bárányt a nyájból, vagy ellopott egy pénzt a vagy egy erszényt a táskából, akkor oda kell visszavigye, ahonnan ellopta. Ezt mondja Rabbi Shmuel. Elég, ha visszarakja. Mit mond Rabbi Akiva? Rabbi Akiva azt mondja, nem, tudatnia kell. Oké? Okay? Tehát. Tehát, van egyszer egy Rabbi Akiva. Rabbi Akiva azt mondja, hogy tudatni kell, amikor visszaadja. Rabbi Ismael azt mondja, hogy elég visszarakni. És itt ugye miről van szó? A lopott erszényről. És a lopott erszényről azt kell mondani, hogy volt egy másik rabbi, akit úgy hívtak, hogy Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak azt mondta, hogy a lopott erszénynél, az erszénynél úgy általában az ember a zsebében lévő pénztárcát naponta megnézi, minden órában megnézi. Megvan még? Megvan még a pénze? Mennyi pénzem van? Megvan még? Megvan még? Ugye? Tehát akkor ott az, hogyha loptak tőle, azt ő biztos, hogy tudja. Miért? Mert Rabbi Yitzchak azt mondja, Adam men másmésbe kiszói korsa. Az ember minden nap, minden órában nézegeti a zsebét. Tehát, hogyha elfogadjuk azt, amit Rabbi Yitzchak mondott, hogy minden órában nézegeti a zsebét, akkor ezek az esetek, amikről ittről beszélünk, azok a tudta esete. Ugye miért? Mert ő tudja, hogy biztos észrevette, hogy ellopták. Na, és mit mond egy ilyen esetben Rabbi Akiva, hogy tudatni kell, akkor kivel ért egyet Rabbi Akiva? Hogy Rabbi Akivával ezek közül melyik ért egyet? Tudta, hogy? De nem, az első kettőből. Tudta, hogy ellopták. És tudatni kell. Akkor kivel ért egyet? Rávval. Akkor ez Rabbi Akiva. Mit mond Rabbi Ismael? Elég visszarakni. Mi az visszarakni? Mivel az ember így is megszámolja a zsebét? Így is meg fogja számolni. Te észre fogja venni, hogy visszajött. Akkor kivel ért egyet?
Smuel, Rabbi Ismuellel. De mindez csak akkor van, hogyha azt mondom, hogy el van fogadva az, amit Rabbi Yitzchak mond, hogy az ember tényleg mindig nézegeti a zsebét. Mert akkor ezek az esetek a tudtáról beszélnek. Szavrua, de kulálma, és le, Rabbi Yitzchak, de már Rabbi Yitzchak, adom, hogy másmely, azt mondja, másmely, és később, hogy sa. Ugye, ha azt mondom, hogy amit Rabbi Yitzchak, hogy az ember tényleg minden órában nézegeti a zsebét, máj lábeszel le dász, akkor itt egy olyan erszényről van szó, amit biztos, hogy tudta, hogy elloptak. Upluxa, Rav Shmuel, Upluxa, Rav Shmuel. És Rav Shmuel vitája, az tulajdonképpen egyezik, Rabbi Akiva, és Rabbi Shmuel vitájával. Azt mondta, amúgy, nem. És lőj le dász. Upluxa, Rav Chizda, Rabbi Echana. Azt mondtam, hogy nem biztos, hogy ez így van. Lehet, hogy nem fogadjuk el azt, hogy az ember nézegeti. Tehát amikor a lopott erszényről beszél Rabbi Akiva és Rabbi Ismael, akkor a nem tudta esetéről van szó. És mit mond Rabbi Akiva, hogy tudatni kell? Akkor kivel ért egyet Rabbi Akiva? Rav Chizdával. Mert ez a nem tudta esete is mégis tudatni kell. Kivel ért egyet Rabbi Ismael? Rabbi kis van. Jöjjhananna. Egyszerű, nem? Hogy? Azon már túl vagyok. Amere az vidmény és mind rá, vebe se imése gondabban is húz bájlim kulámi lőj pligé. Kedráv hízda. Egy pillanat. Azt mondta erre Rav Chizda, azt mondta erre Rav Zvid, Rav nevében, be gajnev műsúz a bájlim kulál mellői pligé, kedve Rav Chizda, vaha besém és a gandav műsúszói. Azt mondta, nekem van egy harmadik magyarázatom. Ha arról beszélnénk, hogy valaki közve, a Rabbi Akiva és Rav Ismael azzal lenne szembesítve, hogy valakitől közvetlenül elloptak valamit, akkor szerintem mindenképpen a Chizdával értenének egyet, hogy ha tudta, akkor elég, ha megszámolja, ha nem tudta, akkor tudatni kell vele. Itt miről beszélünk? Itt miről beszél Rabbi Akiva és Rabbi Ismael? Amikor volt egy őrző, egy megbízott őrző, és ő eltulajdonította azt, ami már nála volt eleve. Értitek? Ez nem az, hogy bemegy valakinek a házába, vagy a karámjába, és elviszi a kecskét. Rá volt bízva a kecske, és egyszer csak kezdett úgy viselkedni, mint ez a sajátja lenne. És erre mondta azt Rabbi Akiva szava, kalszos le is mirasszaj, és jágzile makem se ganáv, kalszos le is mirasszaj. Tekintve, hogy ő most eltulajdonította, hiába nem tört, a birtokán belül volt azelőtt is, hogy eltulajdonította meg azután is, addig felelős, mint tolvaj a dologért, amíg vissza nem adja az eredeti tulajnak. De Bismol szavár, lőjkalszon és minasz. De Bismol azt mondja, hogy nem. Mivel nem történt egy látható birtokváltozás, eddig akkor továbbra is ő úgy felelős, mint egy őrző. Léma minnyen pajtert a nai. Azt mondtam, hogy oké. Most megyünk egy kicsit tovább. Szóval próbáljuk meg megnézni ezt, hogy ugye itt az a kérdés, hogy a megszámolás az mentesíti a felelősség alól. Nem lehet, hogy ez valamilyen korábbi vitában már látható volt, ez a felvetés? De tánya gajzesz, ha vére vívni állóibe hesbojn, tányi hada jaca, de tányi hada la jaca. Van egy brájta, amelyik azt mondja, ha grün lopott kontot, majd később megbánta, kicsit szégyelte bevallani. És mi történt? Később vett egy lakást konton. Erre mit csinált? Többet fizetett neki, anélkül, hogy észrevegye, mint amit bekerült volna. És így akarta a lelkiismeretével rendezni.
Tani Hada Jaca, az egyik vélemény szerint ezzel teljesítette a kötelességet, és minden oké. Másik vélemény szerint nem. Szavródokulálme iszlejó drebi jitzhak damer adom, szóval más most meg kiszolj, kolsove sa, máj lábe, aki mi flügid, már szavar, jaca szavar, minden paiter, mándavar szavar, létszer szavar, 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 paiter. Szóval amúgy tételezzük fel, hogy mindenki egyetért az, amit a Yitzchak mond, hogy az ember minden pillanatban nézi a zsebét. Tehát biztos, hogy Grün észrevette, hogy Kohn meglopta, és hogyha most ő visszaadja a pénzt, de olyan formában, hogy egy vásárlásnál többet fizet, akkor amikor majd ő megint nézegeti a zsebét, egyszer csak számolja a pénzt, hogy visszajött a pénz, és már milyen érdekes, az előbb hiányzott, most összességében minden megvan. És erre mondta az egyik tanulmány, hogy jó, a másik tanulmány, hogy nem jó. Akkor mi a kérdés? Hogy a megszámol az jó-e, tehát Shmuel, Rabbi Yochanan és a Chizdának van igaza, vagy Dávnak van igaza, hogy nem, de ez nem elég, ekkor is tudatnia kell. Milyen szép lenne ez a magyarázat. Azt mondja Talmud, Imri, Isfirelank, Rabicha, Kulámelői Pligi, de minyen pajte. Azt mondja Talmud, nem. Ha tényleg elfogadnánk, amit Rabicha mond, hogy az ember minden pillanatban nézegeti a zsebét, akkor mindenki egyetért, hogy a számolás az elég. Hol van itt a vita? Ellenben Rabbi Yitzchak a miflegi? Már szavad iszabad, Rabbi Yitzchak, már szavad lészabad, Rabbi Yitzchak. Itt pont az a vita, hogy elfogadjuk ezt, amit Rabbi Yitzchak mondott. Ha elfogadom azt, amit Rabbi Yitzchak mondott, akkor Kohn eleget tett annak, amit kell csinálnia, visszadta a pénzt. Igaz, hogy ezt belecsomagolta egy vásárlásba, amiben többet fizetett vissza. Tekintve, hogy elfogadjuk azt, amit Rabbi Yitzchak mondott, az ember úgyis észre fogja venni, hogy több pénze van, tehát észre fogja venni, hogy itt van valami. Ha viszont nem fogadom ezt, amit Yitzchak mond, akkor nem elég, hogy abba rakja be a pénzt, hogy ő többet fizet vissza, mert az ember nem számolgatja úgy a pénzét minden pillanatban. De hiba is szémad. Kulálme iszlendre Yitzchak. Még egy lehetséges magyarázat. Hogy mindenki elfogadja azt, amit Yitzchak mond, hogy az ember mindig számolgatja a pénzét. Mi lőjkási a hade maniú ramelej mi kiszej. De hade maniú ramelej adej. És ezért a két vélemény, hogy most akkor elége, hogyha belerakja belerejti a vásárlás összegébe, amivel kicsit többet fizet, és ezzel adja, ez elége ahhoz, hogy visszaadja a korábban ellopottat, vagy sem. Az két különböző esetről beszél. Az egyik az, hogy a kezébe adja a pénzt, a másik, hogy az erszényébe rakja a pénzt. Hogyha az erszényébe rakja a pénzt, az ember mindig számolgatja, hogy mi van az erszényében, akkor észre fogja venni. Ha a kezébe adja a pénzt, ne kérdezzetek, hogy miért, akkor az ember lehet, hogy utána elkeveri azt a pénzt, és akkor már nem fogja észrevenni. És ezért mondja az a vélemény, hogy ez nem elég, hogyha csak úgy visszaadta. Utolsó magyarázat, Viba és Széma, Ájdivány, Donovan, Mekisze. Had észre, Zuzán, Hlinő, Mekisze, Adan, észre, Zuzán, Mekisze. Még egy lehetséges magyarázat, hogy mindenképp az erszénybe került a pénz, és mindenképp elfogadjuk, hogy a Yitzchaknak igazán az ember az erszényének a tartalmát mindig újra számolja. A kérdés az volt, hogy korábban volt-e benne pénz, vagy nem. Ha korábban nem volt benne pénz, akkor egyértelmű számára most, hogy várjunk csak kellett, vagy kapjak 100 forintot a lakásért, és itt most 110 van. Ó, akkor ez kicsit több. Á, akkor ez biztos a lopással visszaadta. Ha pedig volt benne korábban pénz, akkor lehet, hogy egy kicsit elkeverte, és összekeveri, és már nem tudja, hogy nem tudja kiszámolni, akkor miért van több, miért van kevesebb, és lehet, hogy akkor nem fogja észrevenni. Kedves barátom, gyorsan még menjünk tovább. Egy új mista következik, egy kicsit könnyebb téma. Én lőjtjük, mint a rajmi szemébe hallabuk dím. Mi lőjtjük, mi sőmjé prejrősz, vagy egy szemébe prejrősz, egy szemébe prejrősz. Azt mondja, Talmud tilos vásárolni gyapjút, tejet, gyapjút vagy tejet, vagy kis kecskegidákat a pásztoroktól. Nyilván miért? Mert lehet, hogy ő a pásztor csak egy megbízott, nem az övé. Ő megfogja a tejet, és mutyiba eladja, vagy a kis gidát eladja, és ezt akkor lopott áruval, azt nem szabad venni. Vagy laj pénzmérése is, ugyanígy nem szabad gyümölcsöt venni a gyümölcs őrzőtől, tehát, hogy, mert akkor ugye lehet leszette a gyümölcsöt, és ez nem is az övé. Ám a lőkhimen a nosim klejt szemmer, bi hudak, le pistam, bi galil, vagy galil, vagy sarész, de kulan se amru, le hátmin, vagy lőkhimen asszur. De az asszonyoktól szabad venni Judeában gyapjút, Galileában lent, és borjút pedig a Saronban. Ugye ez három területe Izraelnek, hogy miért ezeket éppen ott, arra majd vissza fogunk tenni, de a lényeg az, hogy nem tartunk attól, hogy ezek az asszonyok, ugye egy asszonynak ebben az időben
nem volt saját vagyona, mert az férje vállalta, hogy mindenben eltartja, viszont minden fölött, még az által behozott hozomány fölött is a férj rendelkezett. Nem tartunk attól, hogy a férj tudta nélkül adja el ezeket. Ez nem olyan, mint amikor a pásztornál tartunk tőle, hogy a nyájgazdája tudta nélkül adná ezeket el. De, ha azt mondja az asszony, figyelj, itt ez a gyapjú, de légy szíves, jól csomagolt be, ne lássák. Ugye akkor gyanús, hogy igazából fű alatt svarcba csinálja, és akkor az tilos. Tyúkokat és tojást bárkitől lehet venni. Hogy miért arra, hogy vissza fogunk térni. Gyorsan még egy pár sort olvasunk el a Talmudról. A Talmudban engléhem minden raim, vilei izim, vilei gdim, vilei zizim, vilei tlusin, se szemel. Egy brájtában ugye erre a témára azt tanultuk, hogy nem szabad a pásztoroktól vásárolni sem kecskét, sem gidát, sem gyapjú száját, gyapjút, sem pedig gyapjú bálhát, vagy hogy mondják, szóval ilyen már ilyen, mert nem friss gyapjú, hanem már ilyen rendezett gyapjú köteget. Ával lőkint furim ipnésém se lehet, de már megvart, vagy megdolgozott gyapjút lehet venni. Miért? Mert az, mit tanultunk korábban, ha egy tolvaj lop, és aznak a minőségén változtat, akkor az az övévé válik, és innentől fogva az a tárgy már nem lopott tárgy, az másik kérdés, hogy neki persze kötelessége kártétés fizetni annak, akitől lopta. De te, aki megveszed, te már egy másik dolgot veszel, és ezért azt, ha lopott is, akkor is te nem követsz el ezzel bűnt. Lőkhemén halovuk vinovna mitbar, ugyanúgy lehet tőlük tejet és sajtot venni a sivatagban. Miért? Mert a sivatagban ugye megromolna a tej és a sajt, tehát a tulajdonos, az biztos, hogy azt mondja, jó, hát vigye a tejet meg a sajtot a pásztor, ő rendelkezzen föl, mert nem tudok fel mit csinálni, nem volt frizsider. De lőkhemén árbevchamisa szajn, árbevchamisa gizin, ave lőstej szajn, lőstej gizin. Furcsa dolgot mond, azt mondja, de lehet tőlük venni 4-5 4-5 bárányt a nyájból. 4-5 adag gyapjút. De nem 2-t vagy 3-at. Ez mit jelent, erre mindjárt vissza fogunk tenni. De Júda, hogy miért bájszai szlöjkhime hem, mit barjössz én lőkhime hem, de Júda azt is mondta, hogy a otthoni, a háztáji haszonállatot szabad tőle venni, de a legeltetett haszonállatot nem, mert a háztájt a gazda hamar észreveszi, hogyha ellopták, ugye? Az a ház körül az él, amit legeltetni kell, azt lehet, hogy hetekig, hónapokig nem látja a gazdakot, fogalma sincs, hogy ott mi van. Kolcsa. Davar kolcsa, röjjön mőjkérőbál, bájsz márgisba, lőjkérőmén, lőj márgisba, én mőjkérőmén. Az alapelv az az, hogy minden olyan dolog, amire ha a pásztor tényleg eltulajdonította, és azzal kereskedik, azt azonnal észrevenni a tulaj, azt lehet venni, mert akkor nem valószínű, hogy lopott, mert a tulaj észrevenni, de ha nem veszi észre a tulaj, akkor nem lehet tőle venni. Amár már lőjkhemén árbevchem is, szóval árbevchem is, az én háztájistám árbevzem, vinnélchem is, semmi baj, azt mondtam, hogy mi ez a megfogalmazás, hogy 4-5 bárányt lehet venni a nyájból. Mi az, hogy 4-et lehet, akkor miért kell mondani, vagy 5-öt lehet, akkor miért kell mondani, hogy 4-et lehet. Mit akar ezzel mondani? Mi az, hogy 4-5? Amár a frizda árbevchem is, tőjkhem is, a frizda úgy magyarázta, lehet venni 4-et, ha az egész nyáj összesen 5-ből áll. Mert azt biztos, hogy észre fogja venni a gazda. Jika dámni amirav chizda árbat mi éder katnum hamis méder gadon. Mások szerint ezt nem így mondta, azt mondta, lehet venni 4-et egy kisebb nyájból, és 5-öt egy nagyobb nyájból. A lényeg az, hogyha észrevehető már a mennyiség, akkor azt lehet venni. Hallgufakás, jó, márta árbacham is a coin, árbacham is gizin, árbacham is inna, vagy salis laj, én a szépfával stej coin, ha salis zavdinan. Azt mondja, Talmud, nem világos a szöveg, mert a szöveg azt mondta, lehet venni 4-et, 5-öt, de nem 2-t, 3-at. De bocsánat, lehet venni 4-et, 5-öt, de nem 2-t. Akkor most mi van a 3-mal? Lehet venni 4-et, 5-öt, de nem 2-t. És a 3? Azt mondja, Talmud, lojkása, ha bebrájsza, bevarájsza, ha meg a hista, azt mondja, attól függ. Ha kövér, egészséges nyájról van szó, akkor ugye a gazda szereti pásztázni a szemét a kövér nyájon. Ha 2 hiányzik belőle, azt is észre fogja venni. És ezért ott már 3-at is lehet venni.
hogyha ezek sovány bárányok, akkor kevésbé feltűnő, mert kevésbé ezek ilyen vacak, vacak nyáj, akkor csak egy nagyobb mennyiséget fog észrevenni, és ezért csak 4-5-öt lehet venni, mert azt már észrevenni. Kedves barátom, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap felkészülünk a befejezésre, a leges legjobbakat, viszontlátásra, viszont hallásra.